Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Lólépésben Sak magazin 2019. júniusi adásában. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és feladatomnak érzem, hogy a kedves nézőket tudósítsam a sakkéletben bekövetkezett jelentős eseményekről. Az előző adásunkban is elmondtam, hogy megyénkben, régiónkban tulajdonképpen most uborka szezon van, befejeződtek a megyei csapatbajnokság és az NB2 küzdelmei, viszont óriási jelentőségű eseményről tudok beszámolni. 1976 óta, tehát 43 éve rendezik meg az úgynevezett Mitrópa kupát, ami ö, Közép-európai kupát jelentene tulajdonképpen, de ez attól egy sokkal jelentősebb verseny. A Mitrópa kupának állandó résztvevői Franciaország, Olaszország, Csehország, Szlovénia, Németország, tehát legalább tíz olyan ország, amely nem csupán Közép-Európában található, hanem Dél- vagy Nyugat-Európában is. Nagy jelentőségű verseny, ha nem is olyan, mint egy Európa-bajnokság vagy egy Sakkolimpia, de a világ egyik legerősebb sakrégiójának, Európának a jelentős, országai mérkőznek meg egymással. És hogy milyen csapatokat szoktak küldeni? Bizony előfordult, hogy a teljes olimpiai válogatottat küldték a Mitropa kupán csatasorba egyes országok, például Németország nem egyszer a komplett nagy válogatottját küldte el a Mitrópa küzdelmekbe. Sok ország viszont azt a gyakorlatot követi, hogy a második vonalat, a fiatal vonalat küldi el a Mitrópa kupára. Ez minálunk is nem egyszer előfordult, Magyarországon is nagyon sokszor a második válogatott, a fiatal nemzedék küzd a Mitropa kupán a magyar színekben. És hogy milyen eredménnyel? Magyarország több alkalommal nyerte már meg a Mitropa kupát a férfiaknál, a női válogatottaknak pedig 17 éve rendezik meg a Mitropa kupát, ott is értünk már el különböző sikereket. Az idei évben nem a legjobb, legmagasabban jegyzett magyar sakkozók képviselték a magyar színeket, hiszen ugye mi nekünk olyan világhírű sakkozóink vannak, mint Lékó Péter, aki világbajnoki döntőn döntetlenül végzett a világbajnokkal, Polgár Judit, aki sajnos már inaktív raport Rihárd a legutóbbi évek üstököse, Almási Zoltán egy polgárjudittal azonos szinten álló világlassz is. Tehát nem a legjobb magyar sakkozók képviselték a magyar színeket, hanem fiatalok, 10-20 évesek. Az éltáblán Mihó Kolibér nemzetközi nagymester játszott, a Csapat további tagjai voltak még fiatal nemzetközi mesterek, illetve Fidemester. Fidemester volt a csapat végén a 10, ha jól emlékszem, 13 éves Csiki Endre, aki öt évvel ezelőtt még, még nagyon sakkozó volt, és dinamikusan fejlődött, de úgy dinamikusan fejlődött Nagy Gábor nemzetközi mester, Csonka Balázs, Kozák Ádáma, a, csapat további tagjai. Mind rendkívül fiatalok, tehetséges sakkozók, akik közül, mint említettem, még csak Mihók Oliver ért el a nagymesteri címet, de a többiek is biztos vagyok benne, hogy el fogják érni. Hasonló volt a magyar női válogatott is, Havanec Biancával az élen, Varga Klárával, és a csapat legfiatalabb játékosa volt a 12 éves, igen tehetséges Gál Zsóka, akiről Péter barátom, Péter nagymester már többször beszélt az adásban. Nos, milyen eredményt értek el? Kérem szépen, a magyar női válogatott, a magyar női sakkozás, nevezük úgy, második vonala csodálatos eredményt ért el. Bronzérmet szerzett a Mitrópa kupán, ami fantasztikus siker. Különös tekintettel arra, hogy a csapat rendkívül fiatal, fejlődőképes, és még sok szép siker ö, áll előttük. A fiúk pedig, ez a fiatal csikó csapat, ezek a vidám saktitánok. Kérem szépen, megnyerték a Mitropa kupát, más válogatottakat megelőzve, megelőzve Svájcot, Olaszországot, Németországot, mindenkit tulajdonképpen egy csodálatos utolsó fordulóbeli győzelemmel a magyar fiatal csikócsapat bajnok lett a mitrópa kupán, öregbitva a világhírű magyar sakkozásnak a hírét. A csapatok különböző országok csapataiban nagymesterek és nemzetközi mesterek szerepeltek, ismerős neveket is láttunk, például a svájci válogatottban játszott egy fiatal nemzetközi mester, aki Magyarországon is sakkozik, hiszen az NB2-ben az Edelény csapatában játszik ez a, ez a fiatal nemzetközi mester, és egy partit játszott, ha jól emlékszem, pont a mi csapatunkkal, a Nyíregyházi Sportcentrummal szemben erősítette Edelénynek a csapatát. Ez csak csak azért mondtam el, hogy azért érezzük át, hogy a magyar csapatbajnokság rendkívül erős, különös az MB2-nek ez a régiója, az ország keleti régiójában, ahol ugye francia színekben játszó nagymester, svájci, német és más országbeli nemzetközi mesterek, fidemesterek is erősítik a különböző csapatokat. Tehát ismerős arcokat is felfedeztünk a Mitropa Kupa szereplőinél. Ezen fantasztikus sikert követően természetesen partikat is szeretnék a tisztelt nézőknek bemutatni. Az adás előtt nagyon elgondolkodtam, hogy ugyan mit mutassak be a tisztelt nézőknek, és eszembe jutott, hogy az én nemzedékennek, a középkorúaknak jelentős része azt vallja, legalábbis a sakkozók közül, hogy a a világ történelmének legnagyobb bajnoka a most jelenleg 56 éves Gari Kimovics Kasparov, aki 1985-től volt másfél évtizeden keresztül világbajnok, óriási világbajnok volt, dinamikus, aktív, taktikus stílusával. Én azt hiszem, nincs ember a földön, aki az ő nevét ne hallotta volna a Kasparov nevet. A kicsit idősebb nemzedék, tehát a már középkoruk végén lévő sakkozók jelentős része pedig azt vallja, hogy a legnagyobb világbajnok Anatoli Jevgenyevics Karpov volt, aki tíz évig volt világbajnok, Kasparovval szemben vesztette el a világbajnoki címét, és ö, Noha Bobby Fischerrel nem volt módja megmérkőzni, mert Fischer nem állt ki vele szemben, de bizonyította, hogy nem papírvilágbajnok, hanem ö, igazán nagy uralkodó a sakvilág trónusán, hiszen mintegy 110 nemzetközi versenyt nyert meg pályafutása során, és rendkívül ritka volt, amikor nem első volt, hanem második vagy harmadik helyezést azért majdnem minden esetben elcsípte, nagyon-nagyon ritka volt, amikor nem végzett legalább az első három helyen. A Két K, azaz Karpov és Kasparov a 80-as, 90-es években óriási küzdelmeket vívtak egymással. Az egymás elleni mérle Kasparovnak kedvezett, hiszen azért mégiscsak 12 éve fiatalabb volt Karpovnál. Sokak szerint a 12 év miatt vezetett a világbajnoki páros mérkőzések során egy győzelemmel többet aratva Kasparov, ha azonos életkorúak lettek volna, talán egál lett volna az állás, de hát ez egy partalan vita lett volna ezen vitatkozni. Az tény, hogy a, a kettejük küzdelme hihetetlen színvonalemelkedést és fejlődést hozott a világ életébe, olyan magas hőfokú küzdelmeket vívtak egymással, amire korábban sokak szerint nem volt példa. Rendkívül sokszor mérkőztek meg egymással, többször, mint mondjuk Smithlov és Botvinnik, és kettejüknek a küzdelme megújította nagyon sok tekintetben a megnyitás elméletet és a, a a sakgondolkodást, a sakgondolatot. Úgyhogy arra jutottam, hogy a mai adásban Karpov és Kasparov küzdelmeiről ö, szeretném önöket tudósítani, néhány jellemző partit szeretnék bemutatni alkotó művészetükről. Az első parti, amit kiválasztottam, egy vezércseles parti, amiben a tűz és a víz mérkőzött meg egymással, Kasparov a tűz, a taktikus, a dinamikus támadójátékos, aki, aki szellősebb állást is, is vállal a taktikai kezdeményezés megragadására, Karpov pedig egy inkább pozíciósabb stílusú, baszterkítoni faarcú, jéghideg stílusú sakprofi, aki, aki, inkább a víznek minősíthető. Az első parti, amit tehát önöknek szeretnék bemutatni, kettejük stílusát igyekszik bemutatni. 1984-ben Moszkvában járunk, az első Karpov-Kasparov világbajnoki döntő, Karpov 9 éve világbajnok, a sakvilág jelentős része pedig azt várja, hogy a, a Fiatal, 21 éves Kasparov megnyeri azonnal a világbajnoki címet. Vezércsel kerül terítékre, a vezércsel több az egyik olyan megnyitás, ami a világbajnoki páros mérkőzések megnyitása komoly stratégiai tartalommal. d4 d5 c4 e6 ez az ortodox védelme a vezércselnek, Huszár F3-mal folytatta Karpov, és Kasparov pedig C5-öt válaszolt. Ez az úgynevezett tarras védelem a 19. század végén, 20. század elején élt egy német nagymester, dr. Zigbert Tarras, aki civilben orvos volt, ő dolgozta ezt ki, róla nevezték el ezt a, a változatot tarras védelemnek, tulajdonképpen sötét, a c tel azonnal centrum harcot vív, vállalja akár az izolált gyalogos állást is. A tarras védelem egy olyan védelem, amelyben sötétnek bizonyos gyengeségekért aktív figurajáték, aktív tisztjáték jut, és ez Kasparov dinamikus stílusának nagyon bejön. Ebben az ő Szárnyaló alkotó fantáziája jól tud érvényesülni, Karpov pedig az a hidegvérű sakprofi, aki viszont igyekszik lecsendesíteni a sötét állást, és akkor a létrejövő, délőtől létrejövő, izolált gyalog lenyerésével pedig egyszerűen behúzza a partit, tehát fölényes technikával igyekszik ö, ö, lenyerni a kulcs gyalogot, a D5 gyalogot. Na de hát ennyit a tarras védelemről, nem a javított tarras, hanem a rendes tarrast játszotta meg Kasparov. Itt következik 5 D5, 5 D5, és Karpov G3-mal a legdivatosabb rendszer folytatja. Tehát a futót szánya kell fejleszteni, mert a futó a H1-A8 átlóra beállva hatásosan röngenezi a nagy átlót sötét állásában. Huszán F6 természetesen, Futó g2, futó e7. Itt jegyezném meg, hogy előfordult a gyakorlatban az, hogy sötét c5-c4-gyel túltolja a gyalogot, ez az úgynevezett svéd változatba terelné a játékot, erre is lehetne partikat bemutatni, de most időhiányában azt nem tesszük. A futót ki kell fejleszteni, hogy sötét elsáncolhasson, azt követően ö, kerül majd fejlesztést a B8-on álló sötét huszár, de előbb a futót kellett ö, megoldani. A c 5 D4 azonnal nem lett volna még teljesen jó, mivel arra a huszár kerül D4 egy centr centrális pontra, és az izolált gyalog előtti mezőt jól ellenőrizni onnan a huszár, tehát ö, az elmélet ezért futó ehetet javasolja. Rövid sánc, rövid sánc, Huszár c3, huszár c6, futó g5. Ö, Kasparov nem várja meg, amíg a Rubinsteini eszmét megvalósíthatná Karpov, tehát d4-üt c5, futó üt c5, huszár a4, majd futó e3-mal sötét birtokolná a c5 és d4 pontokat, hanem ő üt be, üt d4, huszár üt d4 és H6-tal kérdőre vonja a futót, hogy mit szeretne tenni. Természetesen Karpov nem üthet be F6-ra, mert a sötét futó jól állna F6-on, szintén a nagy átlón. Karpov egyszerűen tartja a D4 pontot, E3-ra viszi vissza a futót. Bástya E8, ami nagyon értelmes lépés, Nyom, nyomást fejt ki a Bástya az evonalon, tehát meg kell oldani majd az E2 gyalog problémáját is, hogyha a futó ellépne onnan is világos E3-at lépne, akkor a világos mezők nem volnának túl erősek az állásában, és kérdéses volna a sötét mezejű futójának a mozgási szabadsága. Vezér B3 következett, majd Huszár a 5 lépett Kasparov, amire Karpov nem d egyre, hanem C2-re, a C vonalra helyezte el a vezérét, tehát vezér C2, futó G4. Kasparov tehát kifejlesztette a könnyű tisztjeit, most már csak a bástya A8 lépés hiányzik, Karpov azonban akcióba lendül, huszár F5. Ezzel a lépéssel kérdőre vonja tulajdonképpen a sötét mezejű futót, leadja -e az Kasparovat további fejlődés befejezése érdekében, vagy sem. Nos, úgy döntött, hogy leadja, Bástya AC8-at lépett, és Karpov kiemelte a futópártát, Huszár üte 7 sakk, Bástya üte 7. Bástya AD1. Ezzel a lépéssel Karpov tulajdonképpen azt jelentette be, hogy a megítás szelleméhez hasonlóan ő tulajdonképpen a D5 gyalog lenyerésére játszik, a C vonalon nem kíván ö, vitába szállni Kasparovval, hanem a D vonalon fejt ki nyomást, nyilván Bástya kettőzéste fog majd sor kerülni a D vonalon, legalábbis ez jelenti be ezzel a lépéssel, különben Bástya FD1-et lépett volna és a D5 gyalog lenyerését követően pedig egyszerűen érvényesíti a kinyíló állásban, kinyílt állásban a futópár előnyt és a gyalog előnyt. Vezér E8. Szép dallamok ugye az E vonalon, H3-mal tisztázott Karpov, a futóval vissza kell vonulni H5-re, és erre bá, futó üt D5. Futó g6 következett, és ezek után vezér c1. Huszár d5, visszajött a futópár, Karpov ö, a huszáról nem üthet vissza, mivel a vezére a c vonalon ö, ütésben lenne. Akkor következett bástja üt d5, és huszár c4. azt láthatjuk, hogy szeretnek Kasparov beütni a futóra, azt azonban elviszi onnan, futó D4-re, és hiába való az evonali nyomás, hiszen a huszár C3-ról mindent őriz. Bástya E C7 következett, tehát Kasparov nyomást fejt ki a C vonalon, B3, igaz, hogy el kell lépni a huszárral, D5-re lépett, vagyis B6-ra lépett, és a D5 huszárt fenyegeti, kötésben van Karpov a C3 huszárral, viszont ez nem veszélyes, mivel tartani tudja a C vonalat, be, bezárva tudja tartani. Következett Bástya E5, vezér D7, és Karpov átszerelte a súlypontot az E vonalra, most ő szerezte meg az E vonalat, vezér C1 E3-mal. F6 Tal próbálkozott Kasparov, de itt már meglehetősen rosszul áll, semmilyen nincs a gyalogért, tehát F6, Bástya C5, igyekszik Karpov lecserélni a Bástyákat, lecsendesíteni az állást, visszaadja ő szívesen a, a H3 gyalog, gyalogot, azaz a gyalogelőnyt, Bástya üt C5, Futó üt C5, Vezér üt H3, és Bástya D1. Tulajdonképpen anyagi egyensúly van, eltérő színű futók, viszont Kasparov rémesen rosszul áll. H5-tel próbálkozik, amire következett bástya D4, Huszár D7, amire a futó D6-ra került és a sötét huszárnak nem sok mozgási lehetősége van. Futó F7-tel igyekszik valahogy kibontakozni Kasparov, amire huszár D5 következett. Át lehet adni a C-vonalat, hiszen a vezér visszazár a C-1 pontra, futó üt D5, hiszen fenyegetett huszár E7 sakbástya, bástya üt D5, majd A6. Ezek után következett futó F4, ezzel a lépéssel Karpov tulajdonképpen azt jelentette be, hogy a vezérrel már nem akarja a C1 pontot, az alapsort ellenőrizni, a vezérnek fontosabb szerepet szán, mondjuk akár behatolni E7-re, vagy a lehetőségekhez képest másra. Kasparov igyekszik védeni az alapsorát Huszár F8-al, amire Karpov vezér D3-mal szerzi meg a D vonalat. Vezér G4 következett, F3 természetesen, és vezér G6. Király F2-vel Karpov a végső támadás előtt teljes biztonságba helyezi a királyát, király F2-vel következett bástya C2. Természetesen nem cserél, Ka, karpof, hanem vezér E3-at húz, és igyekszik a sötét királynál tiszteletét tenni. Bástya C8, kötelező ugye visszavonulni a védelembe, vezér E7, támadva ugye a B7 gyalog, B5-tel igyekszik azt megvédeni. Bástya D8, bástya csere, bástya üt D8, vezér üt D8, és akkor most nézzük meg, hogy hogyan is állunk. Kis és szellős a sötét királyállása, a nyílt állásban Karpovnak futója van, a futóval jól tudja veszélyeztetni az F8 futót, tehát a királyállást, és a királya is közelebb van a vezérszáni gyalogokhoz, tehát itt az ideje megfontolni, hogyan menjünk át nyert végjátékba. Vissza kell vonulni a Kasparovnak, vezérel F7-re, futó D6. Végzetes kötés, futó D6, G5. Szeretne ö, Kasparov a királya G7-re lépni, erre következett még vezér A8, király G7, vezér üt A6, és Kasparov kezet nyújtott, nincs védelme a további gyalogvesztés ellen, tehát le lehet cserélni, azzal fenyeget világos, hogy leüti a futót is, és gyalog, illetve két gyalog előnye simán megnyeri a vezérvégjátékot. Kasparov feladta. Természetesen nem csak Karpov nyert, hanem Kasparov is igen sokszor nyert a világbajnok Karpovval szemben. A második Karpov-Kasparov mérkőzésen szintén Moszkvában 1985-ben került sor a következő vezércseles partira, ahol szintén Karpov vezette a világos figurákat, és Kasparov pedig a sötét erődítmény védelmét, majd ellentámadását vezérelte. Következett ugye D4, D5 c4, e6, 20 c3, futó e7. Ezzel Kasparov egy sereg változatot kiküsszöbből a vezércselben, hogy nem 20 f6-tal folytatta. Karpov ütött d5-re, gyalog d5, futó f4, és huszár f6 következett. E3, kinyitjuk a, a világos mezelyű futónak is az állást, rövid sánc, Huszár f3, futó f5, h3 és c6. Ebben az állásban a fut, az f5-ön álló sötét futó miatt nem lehet megvalósítani a vezér c2, futó d3, Bástya ab1, rövid sánc, Bástya fc1 szabványtervet a minoritás támadásban, tehát ö, Karpov egy másik tervet választ, g 4 Futó G6, és 20 5 előtt el, centrumfölén ér el ö, Karpov. 20 FD7, 20-á 5 G6, és ö, Kasparov nem az automatikus H7-üt, G6-ot választja, a, 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 szabály befelé ütést, ami szinte mindig érvényes. A legnagyobbak tudják, hogy mikor kell eltérni az általános L-től általános szabálytól, F7-üt, G6, hiszen ezzel már nyílik a bástya előtti vonal. Következett futó G2, huszár B6, rövid sánc, Király H8-al kivonja magát a világos átlón bekövetkező sak lehetőségéből a sötét király. Huszár E2, G5, futó G3 természetesen, futó D6, vezér D3, huszár A6, B3, nem félünk a huszár B4 saktól, vezér E7, futóüd d és vezérüd D6. Nos, itt Kasparov állását hosszasan szemlélte a szemtanúk szerint Karpov, és egy kiváló tervet talált ki, F4. G F4 kötelező, hiszen nem lehet megvárni, amíg világos ütne be, és E3 üt F4. Bástya A, E8, F5, Huszár C7. Nagy télelőnye van már ezzel a kiváló tervel Karpovnak. Bástya F2. Huszár D7. F6-ra készül az a huszár G5. Itt nagyon paradoxnak tűnik, tehát mintha kilazulna világosnak az állása, de Karpov azért igen hosszan tud változatot számolni és állást értékelni. Jó volt az elképzelése. A G5-re következett vezérehét, H4, vezére 3, bástya D1, nem cserélünk, bástya AD1, huszár B5, a D4 alogos tomával, vezérű 3, bástya üte 3, és a királyvándorlás király H2, huszár B6, huszár G3, huszár C8, huszár F1, elzavarjuk a bástyát, a, a, harmadik sorról bástya E7, bástya D3, huszár D6, huszár G3, huszár E4, és azt hiszem, itt tulajdonképpen már elvesztett a nehéz állásban Kasparova türelmét, futó 4, létrehoztunk egy gyaloggyengeséget, D 4, Bástya E3. Itt kell megfigyelni Karpov kiváló technikáját, Huszár D4, és játékba hozza a legerősebb tisztet a végjátékban, a királyt király H3, Bástya E5, király G4. Itt az időzavarban ka, ö, a Kasparov a talán végzetes H5 lépést húzta, elterelje az F5 gyalogtól a, a világos királyt, H5 királyüt, H5 Huszár F5 Bástya ütefőt, Bástya ütefőt, Huszár ütefőt, Bástya ütefőt, Bástya ütefőt, és Bástya üte négy. A kialakuló végjáték anyagilag egyenlő, de sötétnek tulajdonképpen vesztett, király H7, mivel fenyegetett ugye király G6, mat fenyegetéssel Bástya E7, és vesztett végjátékról van szó, B5, Bástya A7, B4, király G4, és sötét kezet nyújtott. Sajnos elfogyott a műsoridőnk. A ma bemutatott partikban Karpov nyert, azonban kettejük közötti mérle Kasparovnak hízelgő. Én ö, a következőkben is szeretném a tisztelt nézőknek a két nagy K, a két óriási világklasszis művészetét bemutatni. Most azonban el kell, hogy búcsúzzak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!